kedves testvérek! Nagy ajándék, hogy hallhatunk az Istenről. Beszélhetünk róla, hiszen föltárta magát előttünk. Nem fél attól az Isten, hogy őt magát szavakba öltsük, hogy gondolatokat megfogalmazzunk vele kapcsolatban. De a legfőbb ajándék az, hogy mégis megjelenik közöttünk. Jelenvalóvá lesz a szent áldozásban. Így tehát mindaz, amit vele kapcsolatban róla hallunk, mondunk, az valóságosan megjelenik, táplálékká, erőforrásá lesz. Örömmel szeretnénk vele találkozni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünk, Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A helyes böltölésről prófétája által így tanít az Úr. Ha eltávolított körödből az igát, az ujjaddal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odadod az éhezőnek kenyeredet, és jól akartod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Maga az Úr vezérel szüntelen, és még a kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha. Újra felépíted az ősi romokat, és helyreállítod a régi nemzedékek építette alapfalakat. A rések betöltőjének neveznek majd, és a romba dőlt házak felépítőjének. Ha óvakodsz attól, hogy szombaton ide-oda menj, és hogy a hasznot hajház szent napokon, ha a szombatot gyönyörűnek nevezed, és az Úrnak szentelt napot dicsőségesnek, ha megtiszteled azzal, hogy tartózkodsz a jövésmenéstől, a haszonleséstől és a mihaszna beszédtől, akkor boldog leszel az Úrban. Fölvezetlek győztesként a föld magaslataira, és élvezni fogod atyádnak, Jákobnak örök részét. Igen, az Úr szája mondta ezt így. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt. Kövess engem! A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz. Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok? Jézus felelt meg nekik. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek!
bátorító és vigasztaló az evangéliumnak a szava, amikor azt halljuk, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, és megtérjenek. Mégis nagyon sokszor gondolhatjuk, hogy tényleg szükség lenne a megtérésre, fontos is lenne, de valójában nem látom, hogy miben. Nem érzékelem, nem veszem észre. Nagyon sokszor úgy tűnhet, a megtérés az bizonyos cselekedeteknek a megváltoztatását jelenti, vagy éppen elhagyásukat, vagy jelenthet olyan tevékenységet, amitől egy picit jobb lesz az életem, vagy mindazoknak az élete, akikkel kapcsolatban vagyok, akikkel találkozom. Ezeket a döntéseket, ezeket a változtatásokat nagyon értékelni kell, meg kell becsülni. Hiszen egy felnőtt ember, amikor képes változtatni szokásán, életrendjén, életmódján, szeretne jobban kapcsolódni embertestvéreihez, testvéri módon, akkor ez nagyon nagy kincs, nagyon nagy érték. Jézus mégis ezt felülmúlóan is hív bennünket. És arra hív a megtérésben, hogy ne pusztán emberi szempontból akarjunk módosítani, javítani az életünkön, hanem engedjük be azt az új gondolkodásmódot, ami a fiúnak a gondolkodásmódja. A fiúé, aki szereti az atyát. Szereti az atyát, és az atya is szereti őt. Beszélünk a megtérésről, különösen nagybőjt idejében. Olyan szempontból is, hogy szeretnénk elfordulni életünkben a rossztól, a bűntől, a gyengeségtől, ami bennünket rabbá tesz, elveszi a szabadságunkat. És oda akarunk fordulni az Isten élete felé, a jó felé, az erkölcsi rend felé, ami bennünket szabaddá tesz. Szeretnénk az igazságot követni, mert az igazság, Jézus igazsága szabaddá tesz bennünket. A megtérésnek ténylegesen van ilyen döntési mozzanata. Döntenem kell, mit engedek be az életembe, mit tartok kívül, mit tagadok meg magamtól, mert nem akarom, hogy az életem része legyen. És döntenem kell, hogy mit fogadok be, mit hallok meg, mit engedek be a szememen keresztül, mit engedek be a kapcsolataimon keresztül, hogy az éltessen és megújítson. A megtérésnek egy második mozzanata is van, ami sokkal inkább kiemeli a megtérésnek igaz lényegét, nevezetesen az, hogy új értelmet fedezek fel saját életemben, új értelmet fedezek fel a világban, új módon kezdek ismerni. Miért? Mert engedem, hogy Isten szent lelke működjék bennem. Isten lelke, a gyermekség lelke, a fiúság lelke, Isten szent lelke, a bölcsesség, az értelem, a jámborság, az erősség, a tudomány lelke, az Úr félelmének a lelke, ő működik bennem, és ezért új módon ismerem meg a körülményeimet, a testvéreket, az életemet, az örömöket, a küzdelmeket, mert Isten szent lelke segít abban, hogy jól és helyesen ismerjek meg. Isten szent lelke műveli bennünk a megtérést. Krisztus lelke, a fiúnak a lelke. És miután jól ismerek, helyesen, Isten szerint ismerek, mi a jó és mi a rossz, mi az, ami előre visz, ezután vagyok képes arra, hogy egy új értékrend alakuljon ki az életemben. Mégpedig olyan értékrend, ami stabil, ami nem csak az életem egy-egy területére vonatkozik, hanem életem minden területét, minden vonatkozását, vágyódását, minden elgondolását, minden küzdelmét átjárja, egységes egészé fogja. Hogy ne legyen különböző érték, ahogyan a testvéremről beszélek, és ahogyan magamról gondolkodom. Ne legyen különbözőség abban, hogy mit gondolok az egyházhoz tartozókról, és mit gondolok esetleg azokról, akik talán önhibájukon kívül távol vannak. Krisztusi látásmód, Krisztus szerinti értékrend.
És ezután vagyok képes olyan döntéseket hozni, amelyek megváltoztatják az életemet. Nem lehet döntést elvárni önmagamtól, a jóval kapcsolatban sem, ha nem igazi fölismerésből történik. Fölismerem, mi a jó, miért érdemes odaadni az életemet, miért érdemes változni, miért érdemes bocsánatot kérni, miért érdemes kiengesztelődni. És meghozom a jó döntéseket, és Isten szent lelke abban is segít, hogy ne csak fölismerjem, ne csak értékrendet alakítsak ki, ne csak jó döntést hozzak, ezek feltétlenül szükségesek, hanem a döntéseimben álhatatos tudjak lenni. És testvérek, talán erre van leginkább szükségünk. Mai korunknak az elfogadott viselkedési módja, ez a percnyi gondolkodás, a mindennapi kultúra. Ma így gondolom, holnap másként, és hadd legyen jogom másként gondolni. Állandóan változik a véleményem, elgondolásom, és nyilvánvalóan ez az embert szétzilálja. És ugyanaz a gondolkodásmód megjelenik az embernek a döntéseivel kapcsolatban is. Persze, hogy hoztam egy döntést 5-10 évvel ezelőtt, de miért ne hozhatnék más döntést is, akár éppen azzal ellenkezőt is. És Isten Szentlélek azt mondja, nem a döntéseidet kell megváltoztatni. Döntéseidben álhatatosnak kell lenni. Amikor az Istennek kimondtad az igent, akkor ő ezt komolyan veszi. Amikor hűséget mondtál egy szolgálatra, egy hivatásra, egy közösségre, akkor ezt az Isten komolyan veszi, és ő az erőt ahhoz adja, hogy ebben tudj kitartani. Szükség van az álhatatosságra, és szükség van arra is, hogy ebben az meghozott döntésben álhatatosan kitartva jól tudjunk szolgálni. Testvérek, meggyőződésem, hogy kereszténységünk meggyengülése, vagy éppen gyenge volta, abban is látszik, hogy nem hisszük el, hogy mindaz, amit ismerünk, amit tudunk, ahogyan élni szeretnénk, annak köze van a mindennapok életéhez. Úgy, ahogyan ma hallottuk a próféta írásából, hogy mit gondol ő a helyes böjtölésről. Amikor eltávolított körödből az igát, az ujjalmutogatást, a gonosz beszédet, amikor odaadod éheződnek a kenyeredet, és jól lakatod az elnyomottat, konkrét cselekedeteket jelöl meg. Megtérésünk konkrét cselekvésben ölt testet, mégpedig azon cselekvésekben, amelyek az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek összességében vannak összefoglalva. Nem azért, mert egy erkölcsi magasságra jutunk, hanem azért, mert Krisztus akar működni bennünk. Az ő cselekedeteit akarja, hogy a lelke művelje bennünk. Olyan nagy ajándék, hogy mi nagybőti szentidőben belehelyezhetjük magunkat a léleknek az erőterébe, ahol átjár, átalakít, átformál, megtisztít bennünket. De akarnunk kell, hogy fölismert hazugságainkból, fölismert rabságainkból, fölismert tévutainkból megtérjünk, visszatérjünk, és kérjük a megtisztulás fürdőjét a bűnbocsánat szentségében, és akarjuk befogadni a Szentlélek új gondolkodását. Adja Isten, hogy legyen bátorságunk ehhez. Jó volt hallani az előadás végén a felsorolást, hogy hány-hány területéről, régióból, városából, plébániájáról vannak itt a testvérek. Jó látni, hogy az ország különböző pontjain is hasonló lelkülettel, hasonló gondolkodással szolgálnak sokan, és akarnak szolgálni még többen. Jó tudni, hogy ez a lélek kiáradás, a megújulás, az nem csak az egyeseket, hanem sok-sok testvért, mindannyiunkat érint. Örüljünk egymásnak a mai nap találkozásában, de legfőképpen erősödjünk abban, hogy az Isten akarja megújítani az életünket, ne álljunk ellent ennek. Amen.